A Kossuth utcai emléktábla koszorúzásával kezdődött a Német Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezése. A közösség a magyarországi svábok elhurcolásának emléknapján tiszteleg a kitelepített emberek emléke előtt. 1946-ban június 19-én kezdődött meg a magyarországi németek szervezet előzetése. Az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával. Azért kell említenem, mert soha nem említik meg Svoly Lajost, aki végül is az összes sváb községekbe, ami az egyházközségbe volt, kiállt, sőt a kanadai konzulátusnak is megírta, hogy ezek a kitelepítések olyanok, mint a zsidó kitelepítések. Tehát ugyanolyan embertelen módon zajlott le az egész. Hász Erzsébet előadásában a történelmi eseményeket elevenítette fel. Fehérvár megye 10 településéről összesen 11 ezer embert telepítettek ki, és 1830 házat vettek el. A Német Nemzetiségi Önkormányzat évről évre azért szervezi meg a programot, hogy emlékezzenek és emlékeztessenek annak érdekében, hogy ilyen események ne történhessenek meg újra. Abban az időben nem volt Magyarországon olyan német nemzetiségi család, akit ez a dolog ne érintett volna. Azok az emberek, akik abban az időben ezzel szembesültek, nagy részük már nem él. Elmesélésekből tudja ezeket a történéseket, és nem szabad, hogy ezt elfelejtsük, ezért is tartjuk fontos dolognak, hogy erről minden évben megemlékezzünk. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar állami emléknap, amelynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az országgyűlés.